Kedves nézőink, üdvözlök mindenkit! Egy Lada Samurába ültem bele, 1996-os, megvannak a gyári kulcsai, és riasztó is van benne, centrálzára. Ezen kívül találtam benne egy Grundy Clarion rádiót, bocsánat, és itt a szervizkönyve hungaro Ladás különben. 2001-ben 50 ezer kilométer volt benne, decemberben, azaz 10 évvel ezelőtt 50 ezer volt benne, és aztán maradék 40 ezeret, az pedig most tették bele az elmúlt következő 10 évben, nem nagyon használták, tényleg újszerű állapotú az autó, mondhatom. Megnézzük, hogy hogy indul is ez a ladánk. Tökéletesen, tehát én tudtam, mert különben nem merném ezt megmutatni, hogy így indul. Tehát tökéletesen szépen indul, természetesen egy dúsító van rajta. A gépkönyvei itt vannak különben, a rádiónak a leírása, hát tényleg nagyon szépen rendben van, az ülései ez teljesen újszerűnek mondhatóak, ugye nem nagyon használták itt hátul sem, abszolút dohányzásmentes, ebben nem cigarettezett még senki sem, ne is cigarettezzenek önök se benne, mert nem egészséges ez a cigaretta műve. A gazdai vigyázott a kerekei, a gumikra, van hozzá kerékkör, tetrál kerékkört, ezt megint jó dolognak tartom. Tehát így néz ki az autónak a belseje. Teljesen rendben van és szép a kocsi, különben korrózió nyomok csak a hátsó ajtón vannak, egy picit azt meg fogom mutatni, ezen kívül nincs rajta ilyen sem. Nézzük meg a hátuljába, mit találunk, vagy mit nem találunk. Kettő friss műszakit fogni az, kapni az autó, amikor önök átveszik ezt a szerkentyűt. A kalaptartó nincs kifúrva, van hozzá még egy kis napfény roló, azt én leveszem, hogy megnézzük, hogy nincs rajta harcsánat. Meg sikerült, ez visszament, de teljesen épp a kalaptartó, nincs kifúrva abszolút. Nem ipari célra használták, még tettek ide egy nélont is bele, egy PVC-t, hogy ne legyen az autónak semmi problémája. Az egyetlen korrózió nyom, amit itt látnak rajta, ez a pici rész, ezen kívül az autó teljesen épp és szép, mint mondottam. Nem lukas a kipufogója, szépen jár a motorja, mind a két oldala teljesen egyforma, fényezésmentes autó. És a motorház, hogyha belenézünk, akkor megnézhetjük, hogy hogy motorház alá benézhetünk, akkor látjuk, hogy mit jár ez a kis Lada motor. Egy 1.3-as benzines, egy Varta akkumulátor van benne, ami jól indította ezt az autót. Korróziónak itt sincs, mert látják, hogy a tornyok is tökéletesen értek mind a két oldalon. Becsukom a motorház tetőt. És akkor így néz ki ez az autó. Szerintem, akinek nincs sok pénze, és olcsón akar még olcsó karbantartású autót, friss műszakis autót, ami még sokáig kiszolgálja őt, nem rossz választás, a gumik jók rajta, kötfényszóró is van még az autón. Szerintem jöjjenek el hozzánk, mi hamarabb, nem fog sokáig itteni, bízom benne, hiszen az ár sem éppen egy elszabadult át, de szerintem jól fognak vele járni. Köszönöm, hogy itt voltak, a viszontlátásra!